Amrita Sergil egy anyai ágon magyar és apai ágon indiai festőművész volt, aki 13-ban Budapesten született, és 41-ben meghalt, tehát 28 éves korában. Ennek az emlékére ezt az évet, az idei, a 2013-as évet az UNESCO Amrita Sergil emlékévnek nyilvánította. Amrita valójában India művészetének szentelte azt a pár alkotó évet, ami neki jutott. Tehát ennek állít emléket az UNESCO, másfelől egy nőművésznek, ami valóban ritka esemény. Majdnem minden szálon a női létformához, és különösen az Indiában rendkívül tradicionális, tulajdonképpen máig hagyományos női létformához vonzódott, vagyis tehát azt akarta és mutatta is be. Képeiből az ő egyéniségén átszűrt India kultúrája sugárzik. A mostani kiállítás, tehát mivel szabadtéri, ezért eleve nem készülhetett másból, mint reprodukcióból, de ezek a reprodukciók nem a festményekről készültek, hanem egy olyan fotóhagyaték alapján, amelynek a darabjait Amrita Sergil édesapja, Umrao Singh Sergil készítette, aki egész életében fiatal korától kezdve Sikh előkelőségként a fotográfiával foglalkozott a haláláig. Az érdeklődése különös, mert a saját önarcképeinek a sokaságán, meg a családtagjai képein keresztül egy a fotóhasználatnak egy az európaitól teljesen eltérő módját láthatjuk. Tudnilik, ő önvizsgálatnak szánta ezeket a fotókat, elkészíti és nézi. Ő is, meg a család, és ő is jobban megismeri a családját, és mindenki jobban megismeri magát, amikor szembesül egy fotográfián azzal, amire azt mondják, hogy az ő. Ennek a különös történetnek az állomásait látjuk itt, Lahortól kezdve, ahol Umrao Singh Sergil élt, mikor megismerkedett Gottesman Marie Antoinette-tel, budapesti lányjal, és onnantól kezdve, hogy összeházasodtak, Magyarországra jöttek, az első 8 évet Amrita életéből itt töltötte, a családjával természetesen, innen mentek vissza Indiába, majd onnan mentek el Párizsba, hogy Amrita és húga művészeti tanulmányainak kellő szintje legyen, de a 30-as évek második felét gyakorlatilag Indiában töltötte. Tehát ezek a képek ezt az életutat kísérik végig. Nagyon sok változást tapasztalható a fényképek alapján ebben az életben, de amit a fényképek megörökítettek, azok az események rendkívül fontosak az Amrita festészetének a megismerése szempontjából, illetve az a nézet is, az a látás, ahogy ők a fotót készítették, mert hisz arra a célra készítették, hogy jobban lássanak, ezáltal szellemi és lelki értelemben, tehát ez a látásmód, ez maga is beleépült Amrita művészetében.